Kar çekeyim horloz. Na. Most vajon sípolás előtt vagyok, után kell beszélni. Szia, Karcsi! Én vagyok az anya. Csak azt akartam mondani, hogy kerestelek, de nem érlek el. Majd hívj vissza, puszi! Szia, anya! Honnan tudtad, hogy én vagyok az? Csak te hívsz ezen a vonalason. Erzsivel is azon szoktam. Miért magam... hívsz? Már egy ideje próbállak elérni, de sose veszed fel. Tudod, mostanában elég sok a dolgom. Tudom, de segítened kéne édesanyádnak egy picit. Fújik a vécém, és átjöhetnél megjavítani. Figyelj, nekem ez most nem fog beleférni. Tényleg csak egy órácskáról lenne szó. Apád is megtette volna. Na jó, egy óra lehet, hogy belefér. Nagyon köszönöm, Karcsikám. Csirke vagy marha? Karcsika, kisfiam, de örülök, hogy eljöttél. Hadd öleljelek meg. Szia, anya. És mit is mondtál, hogy mi baja van? Minek, kisfiam? A vécére. Ja, hogy annak? Hát mi baja lenne? Nem működik. Azt értem, de mi baja? Kisfiam, a város stahanovistát csinálj belőled, vagy csak az orroddal van baj? Nem érzed ezeket a csodás illatokat? Hát annyira... Figyelj, mondtam, hogy miattam ne főzés, amit vissza kell érnem. De én a kedvenceidet csináltam, finom húslevest, csirkecombokat rántottam, palacsintát sütöttem. Utána a desszert meglepetés lesz. De nem vagyok éhes. Na jó, legalább a palacsintát kóstold meg. Na jó, de maximum egy darabot. Na, lassabban, kisfiam, hát belefulladsz. Ülj le csak, ülj le szépen. Ezt későbben akartam odaadni, de a sors valahogy mindig közbe szól. Anya, hányszor megmondtál neked, nekem ne adjál pénzt. Ez nem pénz. Akkor mi? Ne vonsd ki, majd egy hónap múlva. Te nem eszel? Egy pillanatig se törődj velem, majd eszik egyedül a te édesanyád. Ne kezdjed már megint. Szerinted miért nem járok haza? Nekem melóznom kell, fizetnem kell a lakást, a számlákat, az autót. Tudom, tudom, kisfiam, tudom. Első a munka, apád is mindig ezt szokta mondani. Tudod mit? Én is eszem egyet. És hogy állunk a nőkkel? Ne gyere már megint ezzel. Tulajdonképpen csak figyelmeztetni akartalak, hogy még mindig nincs unokám. Hm.
Ízlik? Féltem, hogy nem fog ízleni, de látom, ugyanúgy szereted, mint régen. Emlékszel? Mikor ötöd-hatod is betoltál. Na, egészen 35 éves koromig küzdöttem a kilókkal, apa meg cukros lett. Jó, köszönöm. Palacsintában mindig is te voltál a legjobb. Biztos megszomjaztál, töltök neked egy kis vizet. Na, a WC nem javítja meg saját magát. Várj, kisfiam, ülj vissza! Legalább hadd csomagoljak neked. Jó, csomagoljam. Na most, hogy így szóba hoztad apádat. Én nem hoztam szóba. Rég volt ilyen mi? Csak mi ketten, anya és fia. Mint a Balatonon, amikor elestél, emlékszel? Apád bement horgászni, de meg kisírt szemekkel rohadtál hozzám. Rögtön tudtam, hogy valami baj van. Tudod, mi volt ez? Anyai ösztön. Anyai ösztön. Persze, te csak megláttál, hogy elkékült a fejem. Az most mindegy. Van is valahol egy kép róla, de anya, figyelj, hogyha én elkések, akkor engem... Kirúgnak, tudom, kisfiam, mi történt veled. Én csak beszélgetni szerettem volna. Igen, beszélgetni szerettél volna. Jó, akkor beszélgessünk, oké? Akkor most én jövök. Na, volt egy Karcsi nevű fiú. Ez a Karcsi felnőtt, aztán elköltözött. Az apukája meg cukros lett. És hiába mondta a Karcsi az anyukájának, hogy vigyázzon rá, hogy miket főz, az anyukája ezt leszarta. Csinálta tovább a mindenféle cukros meg zsíros ételeket, az apukája meg csak zabált, amíg bele nem döglött. Na, én tele vagyok. Várj, kisfiam! Károly, azonnal gyere vissza! Nem is romlott el semmi, igaz? Ezt nem hiszem el. Tényleg, ide rángattál engem egy ilyen hülye indokkal? Ez nem igaz. Figyelj, nekem erre nincsen időm. Apád alkoholista volt. Úgy bizony. Te beköltöztél a városba, ő pedig elkezdett inni. Tudod, te mit csinál az alkohol a cukorbetegséggel? Próbáltam visszatartani, de csak akkor nem ivott, amikor te kijöttél ide. Minden áldott este én fektettem ágyba. Én takartam be. Könyörögtem, hogy ne ígyon annyit. Megpróbáltam, de nem tudtam levinni a cukrot. Titkoltam, hogy legalább neked ne kelljen ezzel a tudattal élni. De most már elegem van ebből az egész. Szarságból. Igen, abból. Milyen csönd van, ugye? Emlékszel régen? Apa mindig bömböltette a rádiót. Várj csak! Ho-ho. Ez nem szól. Talán az elemmel lehet valami. Hát nézem. Hm? Remek ötlet. Na. Ne. Jó étvágyat. Ha.
engedélyt adni. De már csak ezt nézd meg. Hát és itt meg mit csinálok? Nem mindig rajongtál a horgászatért, de valahol el kellett kezdened. Várj egy kicsit, kiszaladok a WC-re. Ennyi olyan van. Hát ez kész. Karcsika. Ez meg micsoda? Én ezt meg tudom magyarázni. Azt mindjárt gondoltam. Ha... Valamiben meg kell halni. Én legalább eldönthetem, hogy miben. Kisfiam, tudom, hogy nem voltam őszinte, de nem akartam, hogy tudd. Most legalább minden olyan, mint régen volt. Tudom, hogy ez fáj neked, de ahogy apád, én sem élek örökké. Olyan sok mindent kell még bepótolnunk. Na, jössz már? Jövök, csak visszamentem ezért. Jó, add ide. Köszönöm. Mi? Tessék. Indulás. Kisfiam, ha mégis lesznek unokák, mesélsz nekik majd a nagymamájukról? Megtennéd ezt, értem? Hát persze. Anyámért mindent.